BYD, Build Your Dream, vagyis építsd fel az álmodat. És hát Elon Musk megépítette a saját maga álmát Amerikába, az amerikai álmot, a Tesla Model 3-ast, a kínaiak pedig megépítették a saját maguk álmát, ez pedig a BYD-nak a Szilje, egy óceán dizájnnyelvre épült Tesla Model 3 méretű autó, mindössze 1 centivel hosszabb a Teslánál, 2 centivel szélesebb, 2 centivel magasabb, de ez egy Tesla Model 3 konkurens kimondottan is. A BYD ki is mondta, ezt abszolút a Tesla konkurensenek gyártják, és hogyha nem tudnátok a cégről semmit, akkor azért érdemes megemlíteni, hogy egyrészt Magyarországon is van gyár a BYD-nek, buszokat is gyártanak, buszok futnak már Magyarország útjain, de egyébként ez egy giganagy cég, az iPad-eknek a felét a BYD gyártja, és az elektromos autó eladásokban a világ legnagyobb gyártói, tehát hogyha a plug-in hibrideket is, meg a tisztán elektromosokat is egyben nézzük, akkor ők a legnagyobbak, hogyha csak a tisztán elektromos gyártást nézzük és az eladásokat, akkor világszinten ilyen közel vannak a Teslához, és talán pont ez a negyed év lesz az, amikor megelőzik a Teslát. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy az autó gyönyörű szép. Gyurika Teslanban mondta tegnap, hogy amikor megnézte, hogy hát az első Model 3-nak kellett volna így kinéznie, mert ebbe az autóba igazából nem nagyon lehet belekötni dizájnlag. Sokan mondták, hogy Tesla Model 3 koppintás. Hát nem tudom, hogy ti melyik adást nézitek, de hogy a kedvetekért most direkt berakott ide mindenféle összehasonlítást oldalról, erőről, meg hátulról. Ennek az autónak semmi köze nincsen a Model 3-hoz. Azon kívül, hogy ugyanannyi a légelási együtthatója, ennek is 0,219, egészen pontosan hajszára ugyanannyi, mint a Tesla Model 3 Highlandnek, a régi Model 3 rosszabb ennél. Szerintem például az eleje inkább hasonlít egy Porsche Taycanra. Hogyha megnézitek itt a kis könycseppnek hívott kis nappali menetfényt, meg ezt az első lámpát, illetve a kerékjárati fölötti kitüremkedéseket, meg a motorháztetőt, ez full Porsche Taycan, már csak azért is, mert ezt egy német fickó tervezte, Wolfgang Eggar, aki például az Alfa 8 T-t is tervezte, Audikat tervezett, Lambókat tervezett, úgyhogy ebben van egy kis Audi, meg van egy kis Porsche, szerintem. Ez a légbömlőt megvilágítva szerintem teljesen egyedi, és eszméletlenül jól néz ki. Mindenki megbámulja, és én is, amikor először megláttam, azt mondtam, hogy ez király. Ezt, hogy megvalósították, az érdekes kérdés, hogy Európában hogy engedik, mert például a Kia EV9-nél ezeket a kis lézergravírozott fényeket nem engedték. Itt ez az egész, ez világít, és simán engedélyezték ezt az autót. Aztán itt is egy gyönyörű, szép hűtőnyílást láthatunk. Ugye itt nincsen hűtőrács, természetesen, hiszen elektromos autó, talán ez a része hasonlít egy picit a Teslához, de őszintén szólva szerintem egyáltalán nem. A logó is nagyon szépen meg van csinálva, és hát itt ez egy rendes légáteresztő nyílás, és hogyha megnézitek, akkor egyből láthatunk egy érdekességet, mégpedig azt, hogy alapáron hűtött, lyuggatott féktárcsákat adnak ez az autóhoz, jók is a fékek, plusz egy pont élből a Tesla ellen, és a mai videó során még sokat fogom emlegetni a Teslát, mert tényleg annak az ellenfelé, és szerintem a legtöbben arra is kíváncsiak, hogy jobb-e ez az autó, mint a Tesla. Itt van egy ilyen kis dizájnelem, talán ez az egyetlen kétséges elem, BYD design van ráírva, teljesen átlagos visszapillantó tükrök, a kilincs Tesla Model S-ből már megismert, viszont itt valahogy kellemesebben megcsinálták, és sokkal jobb érzet a nyitása, ugyanúgy természetesen behúzza, van egy kis BYD felirat rajta, és ha már a kilincseknél tartunk, akkor mutatok valamit, ez pedig az ajtónak a becsukásának a zaja, ezt figyeljétek. Ez nem is zaj, ez egy dörrenés. Még egyszer. Hallani, Marci? Jó, nem? Figyeld, még egyszer. Hogyha megnézitek oldalra az autót, akkor feltűnik még valami, itt a küszöbnél. Ezek a cápakopoltyú-szerű kis dizájnelemek, amik mondhatnám, hogy biztos a légterelés segítik és a légenásban segítenek, valószínűleg nem sokat számítanak, de eszméletlenül jól néz ki, ahogy az egész autónak a sziluettje oldalról ezekkel a vonalakkal, amik az övvonalat végigfutnak, aztán lehajlanak, és tényleg van benne egy ilyen kis óceán dizájn. Nézzétek meg, csodálatos az egész, ki is lépek a képből. Alapból 19-es felnik járnak az autóhoz, nem is lehet mással kérni, ez egyetlen egy felszereltségben létezik ez az autó, nagyon fontos, full extrás.
Egyetlen akkuméret van, itt is természetesen a küszöbbe pakolták az akkumulátort. A BYD-nek a saját akkumulátor rendszere van benne, Blade akkumulátornak hívják. Úgy képzeljétek el, hogy ezek ilyen hosszú csíkba rendezett akkumulátorok, strukturális tartóelemként léteznek az autóban, tehát merevítik is az autónak a kaszniát. Elég fejlett cucc, átszúrhatjuk tűvel, nem fog kigyulladni. LFP-s akkumulátor, lítium, vasfoszfát, tehát egy nagyon jól tölthető akkumulátor, lehet nyugodtan 100-an tárolni, és 5000 ciklust ígér a BYD, amit így kiszámoltam, hogy hát a WLTP hatótávjával számolva durván 2 millió kilométer. Ennyit fog tudni ez az akkumulátor. 8 év és 200 000 gari van az akkumulátorra, és egyébként hiszem 6 év van az autóra. Hátul a tető a légállási együttható kedvéért pontosan ugyanolyan ívben jön, mint a Teslának, vagy akár a Hyundai Ioniq 6-ot is említhetném. Ezek kb. Mind azonos légállással rendelkeznek, az Ioniq 6 egy picivel jobb, ez 0-2-1, és akkor a Tesla Model 3 meg ez tudja ugyanazt. És akkor el is érünk az autó hátuljához, ahol újabb érdekességeket láthatunk. Egyrészt az autónak a hátsó része nem olyan kis kacsa, mint a Teslának. A Teslának egy ilyen alakú a hátsó nézete, ennek pedig jó szélesen jön a tetőnek az íve. A hátsó lámpa pedig engem a Mercedes EQ szériára emlékeztet, illetve a Volkswagen ID sorozatra, arra nagyon hasonlít ez a fényhíd, ez manapság ugye nagyon nagy divat, Porsche Taycant is említhetnénk persze, és ezek a kis LED megvilágítású hátsó lámpák a vízcseppet imitálják, illetve az a dizájn iklette, hogy egyébként ez az egész dizájn nyelv, az óceán dizájnra épül, és ilyen hullámzás, az egész, hát ez ilyen marketing bullshit szerintem, minden esetre baromi jól néz ki. És ami még nagyon jól néz ki, az a hátsó diffúzor, ami valószínűleg nem termel leszorító erőt, valószínűleg, hiszen azért itt kicsit máshogy kéne kinéznie, viszont nagyon sportossá teszi az autó hátulját, és nekem nagyon-nagyon bejön, ami nem jön be, azok ezek a feliratok, nem is a BYD Seal felirat, hanem ez a 3,8S, ezt tudjátok mit jelent? Azt, hogy 3,8 másodperc alatt gyorsul 100-ra, és ezt ide tették az autó hátuljára. Hogy miért? Csomagtartó méret 402 liter, ez 25-tel kevesebb, mint például a Tesla Model 3-ban, ebben nyer a Tesla. Ebben az autóban is pakolhatunk még ide mindenféle dolgokat, meg alul vannak a szerszámok. Ebben az autóban is van természetesen első csomagtartó, hiszen teljesen elektromos platform, gondoltak erre, viszont ebben csak 53 literes van, a Teslában pedig 88. Itt hátul is egyébként minden ki van kárpitozva, gyönyörű szép, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog ennél az autónál, hogy az illesztések tekintetében nem lehet belekötni, hogy annyira precíz az összes illesztés, bárhol nézzük, ezek mind tökéletesen szépen futnak párhuzamosan egymással, az ajtókeretek, a kilincsek nem lötyögnek, nem zörögnek, az ajtóknak a belseje itt is minden meg van csinálva, nem igazán lehet belekötni. Körbenéztem az egész autót, és semmi olyat nem találtam, ami csak egy kicsit is lógna, vagy egy kicsit is gányolt meló lenne, egyszerűen csak tökéletes. Nézzük meg, hogy milyen hátul ülni, mert hogy hát abban sem kell szégyenkeznie. Ez az ajtócsukódás, ez valami eszméletlenül király, és nem csak az ajtócsukódás a király, hanem itt hátul utazni, meg ülni is király, mert hogy leér a combunk, ami egy szedánban kifejezetten ritka szokott lenni, még akár egy EQS Mercedesen is ilyen kis kakasülőn ül az ember, itt viszont mivel van hely a lábamnak, nagyon sok hely van a lábamnak előrefele, ezért leér a combom, és viszonylag magas az ülőlap is, és ezt is lehajtom, egészen király módon lehet itt utazni. Az első ülések úgy néznek ki, mintha egy hát egy RS Audi lenne, vagy egy MS BMW, még lehetne itt az egész karbonból. Geri épp itt az előbb mondta ki, a cover fotót csinálta, hogyha karbonból lenne, akkor tiszta ilyen sportautós elsőülés feeling lenne. Teljes panorámatetőnk van, nincsen még az a középső híd sem, mint ami a Model 3-ban benne van. Ilyen gyönyörű szép zöldített az üveg, hátul sötétített a hátsó üveg, mennyire lehet leengedni. Majdnem teljesen le lehet engedni. Alkantara, bőr, itt is bőr, és egyedül talán itt lent van egy kis műanyag. Zongoralak, de ilyen mintás, azt majd előre megmutatom, itt van egy telefontartó, és itt van a USB-C töltő. És egész jó a fejtér is, mondjuk, hát én 174 vagyok, és még ennyi van a fejem fölött, ez egy 2 méteres ember lehet, hogy már neccesen fér el, ez elég jó itt hátul.
az utastérben az első dolog, ami feltűnik, hogy gyönyörű szépek az első ülések, eszméletlenül szép a varrásuk, szellőztetett, fűtött, mindent tudnak, és mondom még egyszer, alapáron mindezt tudják, és ez a kék szín hihetetlenül jól illeszkedik az autónak a külső színéhez, lehetne feketével kérni, én biztos, hogy ezzel a színnel vásárolnám. Egy bajom volt az ülésekkel, hogy nem állítható az oldaltámasz, illetve volt még egy, nem is bajom, hanem nekem egy picit túl süppedősek, egy hajszálnyival lehetnének keményebb. Tennap egy hatótáv tesztet végeztem az autóval, és 5 órát ültem benne, és nem fájt benne semmim, csak folyamatosan azt éreztem, hogy egy picit lehetne keményebb az ülés, mint például a Hyundai Ioniq 6-ban, ott abban én kényelmesebben érzem magam, de egyébként teljesen jó, sokkal jobb, mint a Tesla Model 3 ülése, azzal nekem folyamatosan problémáim voltak, illetve hát ami még sokkal jobb, hogy ez egy nagyon autószerű beltér, tele alkantarával, itt is alkantara, itt az első műszerfal is tele van alkantarával, meg tele van zongora lakkal is, de úgy csinálták meg, mint a Volkswagen ID.7-nél, hogy tettek bele elég jó mintákat, hogy mondjuk az új lenyomatok, meg a kosz, meg a hajszálkarcok ne látszódjanak meg rajta. A váltókarnak ez a gyémántos kialakítása, amit már Volvo-kban is láthatunk, meg akár BMW-ben is, ez továbbra sem a barátom. Ez egyéb autókban sem tetszik, nem tudom miért kellett itt ezt erőltetni, illetve a gombok elég kicsik, le kell nézni hozzájuk, megcsinálták volna ezt a részét jobban. Az ajtó nagyon szépen ránk hajlik, itt ezek a gombok is, és nagyon kényelmes az egész, a könyöktámasz is, amiben természetesen ide pakolhatunk mindenfélét is, illetve pohártartóink is vannak, itt van 2 darab pohártartónk, illetve az ajtóban is van, ami nem túl nagy, tehát ebbe egy literes palackot nem tudunk belerakni, de egy ekkorát igen. A kormány fogásra egészen kellemes, viszont nem tudom, hogy miért csinálták ezt a középső plexit bele, amiben egyrészt látom magamat, itt a BYD logó, és hogy így tükröződik, és hogy nem értem, hogy miért nem fették be valamivel. Egyébként teljesen jó a kormány, és jó a fogása is, az ülés pozíció is nagyon jó. Aztán a kormányon van egy ilyen gomb, mert hogy a 15,4-es kijelzőt el lehet forgatni. Na, ilyet nem tud a Tesla Model 3, viszont én jobban örülnék neki, hogyha magunk felé lehetne forgatni, mert ez inkább olyan parasztvakítás, már csak azért is, mert mindjárt beszélek a szoftverről, hogy osztott kijelzővel, osztott képernyővel 2 appot tudunk, navigációt, meg a Spotify-t, és akkor itt fölül itt van a navigáció, alul meg a Spotify. Azt mondták a kínai barátaink, hogy akkor volt az autó bemutatója, hogy még fejlesztenek ide alkalmazásokat, ugye Android alapú rendszer, úgyhogy még bármit lehet vele csinálni. Aztán a másik problémám, ami előkerült, amikor benéztem az autóba először, ez a kijelző, amit úgy raktak ide, mint Attila a Teslandba, amikor pimpeli a Teslákat, és utólag rak be androidos kijelzőket a kormány mögé, hogy ezt sokkal szebben meg lehetett volna oldani. A célnak megfelel, mert látom rajta az összes információt, amit akarok látni, viszont hát nem túl szép. A tablet az rendben van, a telefon töltő rendben van, viszont hogyha kicsit gyorsabban vezetek, akkor azonnal lekerül ide alul a telefon, meg ezek a wireless töltők sose működnek nagyon. Itt van egy ilyen hidunk, ahova pakolhatunk még dolgokat, de alapvetően praktikumban a Tesla jobb beltérben, hogyha pakolni szeretnénk, akkor több mindent el tudunk pakolni a Teslával, viszont kidolgozás, anyagminőség, kárpitozás, az anyagok érzetében ez sokkal-sokkal magasabb szinten van, mint egy Tesla. Nincsen egy Audi, Mercedes vagy BMW szintjén, viszont nagyon közel van például a Hyundaihoz. Most pont egy Hyundai Ioniq 6-ból, egy fullosból ültem át ebbe az autóba, és nagyon közel áll hozzá, de például ebben az autóban ez a kilincs, ez a műanyag kilincs, azért ez lehetne fém. Viszont, hogyha ha már a kilincseknél vagyunk, a Dynaudio az meg elég jó, úgyhogy a hangrendszer az tökéletes benne, keret nélküli visszapillantó tükör. És akkor beszéljünk egy kicsit a szoftverről. Ahogy mondtam, ez egy androidos rendszer, és nagyon féltem, hogy milyen lesz a szoftver, amikor először kipróbáltam az autót, mert az eddigi kínai autókban, amiben ültem, a szoftver az mindegy hányás volt. Ebben az autóban, amit lehetett, azt lemásolták a Tesláról. Például a klíma menü az pontosan úgy néz ki, és úgy is állítható, mint a Tesla Model 3-ban, vagy akár a Tesla Model S-ben. Az ülésfűtések, hátul nincsen ülésfűtés egyébként, ez egy rossz pont, elő viszont
alapból hűthetőek is az ülések, illetve lehet mindenféle levegőt szűrni. Kicsit ilyen androidos, tehát iPhone-osoknak nem fog nagyon tetszeni, nekem sem minden tetszik benne az ikonoknak a dizájnja, amiket egyébként állíthatunk, tehát a témákat tudjuk variálni. Állítani viszont van Android Auto, CarPlay és gyors a felület. A navigáció közepesnek mondanám, a Teslandot például nem találta meg, meg volt egy pár dolog, amit így csak beütöttem, és nem találtam meg a kereső, illetve ha most beütöm, hogy München, akkor nem fogja tudni betervezni a töltőket, ami szerintem egy hatalmas hiba. Egy átlag elektromos autósnak ez egy nagyon fontos és hasznos tulajdonság, és például egy Renault Megane-ban a Google alapú androidos rendszer, az ezt tudja. Szoftverben még, ami például hiányzott, hogy nincsen normális tripkompjúter, csak mindenféle ilyen grafikonokat nézegethetünk, ami nem mutatja pontosan a fogyasztásunkat. Minden autóban meg tudom nézni, hogy hány kilométert tettem meg, mekkora fogyasztással. Ebbe ezt nem sikerült megoldani, maximum 50 kilométerre látom a fogyasztásomat, vagy az összes megtett 3428 kilométerre, ami elég vicces. A rádió jól néz ki rajta, a menüpontok jól néznek ki, tehát a legtöbb beállítás az teljesen jól meg van csinálva, viszont vannak hiányzó dolgok. Over the air szoftver update-tel, vagy akár egy USB pendrive-val ezt majd megoldhatják. Van hova fejleszteni még a szoftvert. 10-ből 6-7 pontot adnék rá, hogyha a Tesla 10, értelemszerűen a Tesla sokkal-sokkal jobb szoftverben, minden autónál jobb a Tesla, toronymagasan vezet szoftveres megoldásokban a Teslának a rendszere. Ez az autó, ez ilyen 6-7 pontot hoz ebből, van, ami nagyon jó, valami nem annyira jó, és hát majd vezetés közül még lesznek azért érdekes dolgok. Úgyhogy szerintem menjünk is vele egyet, mert van hatótáv eredményem, meg van egy csomó minden, amit szeretnék elmondani így a vezetéssel kapcsolatban, és hát akkor így megnézzük a gyorsulását is, mert azért ez mégiscsak egy dualmotoros 530 lóerős autó. Sportmódban a kijelzőn beállítom, hogy mérje a gyorsulásunkat, és ugye a gyári gyorsulás az 3,8 másodperc, betesszük D-be, és akkor lepadlózom neki, és 90-100, meg is van, hát 3,6 másodpercet mér két személlyel a kis rajt kompjútere, tulajdonképpen egy ilyen kis finomságot bele raktak ide, de természetesen semmi értelme ennyi lóerőnek. 530 lovas az autó, 670 Nm-es nyomatékkal, és jobban gyorsul, mint a Tesla Model 3 Long Range, viszont a Performance Tesla Model 3-nál nem gyorsul jobban, úgyhogy ezt így nyeri is, meg nem is a Tesla ellen, de hát ugye az van, hogy árban ez az autó olcsóbb, mint egy Long Range, de ne szaladjunk ennyire előre. 2150 kg ez az autó, 250 kg-val több, mint a Tesla Model 3, és az a helyzet, hogy ezt azért érezni is, ezt a súlykülönbséget, főleg úgy, hogy a futóművez jóval lágyabbra van hangolva ennek az autónak, mint a Teslának. Nagyon kényelmes és ilyen hajós utazást tesz lehetővé a BYD-nak a futóműve. Mark Persson és keresztlengő kar van elől, illetve hátul. Egészen jól teszi a dolgát. Viszont például most itt autópályán 130-nál olyan, mintha laggolna a kormány. Nem tudom megmagyarázni, mintha gumimacik tekergetnék az első kerekeket. Nagyon fura élmény. Én más autónál nem éreztem ilyet. Olyan, mintha meg akarna minket menteni az autó attól, hogy hirtelen ráncsunk kormányt, de hogyha mondjuk így ki kell kerüljek valamit, akkor azért így csináljon már valamit, nagyon fura, én lassan húzza vissza például, hogyha megrántam a kormányt, akkor ilyen lassan húzza vissza, viszont maga a rugózás az nagyon-nagyon kényelmes, és hát azért is mondtam, hogy nem sok értelme van ekkora erőnek ebbe az autóba a dualmotoros szílnek, mert hogy ez a futómű nem sportosra van hangolva, tehát kanyarokban nagyon könnyen át tudjuk billenteni, és így be tudjuk dönteni annyira a kaszlit, hogy az már ne legyen komfortos érzet, és nagyon könnyű megcsúsztatni az autónak mind az elejét is,
meg a hátulját is, tehát nagyon könnyen tud alul és túlkormányzott is lenni. Én biztos, hogy a hátsó kerekes verziót vásárolnám. Az 5,860 százon, kicsit rosszabb, mint mondjuk egy long range Tesla Model 3, viszont 150 kilóval könnyebb, mint ez az autó, és hát valószínűleg fogyasztásban is jótékony hatással van az egymotoros verzióra mindez, mert hogy a WLTP hatótávok azok úgy alakulnak, hogy ennek az autónak 520, a hátsó kerékhajtásnak meg 570 kilométert adnak meg gyárilag, majd mindjárt elmondom, hogy mennyit sikerült kihoznom belőle, tegnap egész nap autókáztam, és főleg autópályás tempóban néztem meg. Még egy pár szó a vezetésről szerintem, ami kifejezetten tetszett, és amiben viszont ez sokkal jobb, mint a Model 3, az az, hogy nincsen szélzaj. Egy nagyon halk szellő simogatja itt az autónak az oldalát, de akkor hallom csak, hogyha nagyon-nagyon figyelek. Igazából csak a... hát most elég rossz itt az M3-oson az úton megyünk, de most figyeljetek. 130-al. Ezt Audi tudja, meg BMW, meg Mercedes. Egyébként Dunlop gumik vannak rajta, nem tudom mennyire csöndesek, szerintem nem igazán, de még a gumihang is nagyon enyhén, nagyon kellemesen, nagyon nyomottan jön át, és tegnap órákat mentem vele az autópályán, autópályás tempóval, nem voltam fáradt, kényelmes volt vele az utazás, nagyon jó élmény volt az egész, és ebben sokkal jobb, mint a Tesla. Mert a Model 3, én jártam 6 hónapig Model 3-mal, meg azóta is sokszor vezettem Model 3-at, és hogy van egy ilyen fészkelődők az ülésben, nem elég kényelmes az ülés, mindig utána kell állítani, nagy a szélzaj, itt fütyül, ott fütyül, most nyilván a Highlandot még nem vezettem, és ott elvileg egy csomó mindent megoldottak ebből, ugye pont azokat, amiket eddig én is, meg sok más autótesztelő sérelmeztünk, vagy felhánytorgattunk, hogy nem elég jó 20, 21, 22, 24 millió forintos áron, de nyilván most a long range-ekről beszélek, ennél az autónál viszont, hogyha a hátsó kerekesről beszélünk 18,5 millió forintért, ez az utazási komfort, ez zseniális. Nem tudok más mondani, ez 9 pont a 10, vagy 9,5 pont. Ennél jobbat az Audi e-tron SUV tud nyújtani, de elképesztő. Nagyon nem, Marci? Hihetetlen az egész. Ami viszont nagyon idegesítő, és ki is van most kapcsolva per pillanat, hogy ne zajongjon, az a ADAS rendszer az autónak. Ezt egyébként el is mondták a bemutatón a forgalmazók és a mérnökök is, hogy ezt egyre kapcsoljam ki a fenébe, mert még nincsen teljesen kész Európára, és majd jó lesz. Ugye tud level 2, tehát az autó elég jól el tudja vezetni magát, viszont vannak benne mindenféle ilyen sávtartó, meg ilyen vészsávtartó funkciók, amik folyamatosan rinyálnak, és már hogyha egész messze vagyunk a sávtól, már akkor is elkezd csipogni, meg fáradtságfigyelő csipog, tehát hogy folyamatosan így kell ülni, full középen kell menni, és akkor így nem csipog, szóval minden induláskor ezt ki kell kapcsolni, mert ezt nem sikerült még befejezni, viszont software update-tel ezeket ki tudják javítani. Én azt gondolom, hogy nem lesz olyan jó mostanában az önvezetés ennek az autónak, a level 2-es, mint a Teslának, vagy akár mint egy Mercedesnek, vagy egy BMW-nek, mert azok sokkal-sokkal magasabb szintet képviselnek, itt nincsen se lidar, se semmi. A kameraképek egyébként tök jók, tehát meglepően jók a kameraképek, és 3D kamera van az autó körül parkoláskor, meg tényleg ezek nagyon jók, de azt érezni, hogy ebben le vannak maradva a kínaiak, ez minden kínai autónál előfordul, hogy az önvezetés az közel sem tartott, ahol mondjuk a németek, vagy például ahol a Tesla, úgyhogy ezen nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, tehát over the air meg tudják oldani. Ettől függetlenül minden más, talán hátra a kilátás az, ami lehetne jobb, de hogy, hát az is most, hogy ez ilyen szőrszálhasogatás tényleg, tehát hogy próbálok keresni hibákat az autóban, hogy ne mondjátok azt, hogy lefizettek, mert ez megint csak nem egy fizetett videó, tényleg nagyon-nagyon jó, és felkötheti a Tesla gatyáját, mert lehet elektromos autós mércével viszonylag olcsón ennyire jó autót gyártani. Ez az autó például ID7-ben 26 millió forintról fog indulni, ami kb. Egy hasonló autó méretben talán nagyobb. BMW i4 26 millió forintról indul. A Ioniq 6 van ehhez nagyon közel, talán egy fokkal jobb autó, mint ez, meg hatékonyabb is, meg kisebb légelás. Az is 20-21-22 millió forintos árnál kezdődik, úgyhogy ennek az autónak a 18 és feles, meg 19 feles ára, és itt vége, mert hogy full extrás mindegyik autó,
ez azért eléggé kívánatossá teszi, és lehet, hogy meg tudom bocsájtani neki ezeket a kisebb hibákat, hogy nem szép itt a kijelző, meg a szoftver, meg mit tudom én. És akkor beszéljünk a hatótávról. Akkumulátor méret 84 bruttó, 82 nettó kilovattóra, ugye LFP akkumulátor, azt mondtam már a videónak az elején, és hát ez alapján azt gondolnám, hogy simán megalázza a Tesla Model 3-at, és hát a tegnapi hatótáv tesztem alapján nem. Tehát, hogy legjobb esetben is maximum ugyanazt tudja, mint a régebbi long range Tesla Model 3, ugye Attilával 370 km-t ment el autópályás tempóval, Ioniq 6 tesztet, amikor csináltuk, és az Ioniq meg valami 417 vagy 420 km-t, ha jól emlékszem. Ez az autó 24 kWh-t tevett tegnap nekem, GPS szerinti 130 vagy picivel több, hogy ne akadályozzak másokat. És a 24 kWh az azt jelenti, hogy ilyen maximum 370 km-es autópályás hatótávot lehet csinálni. Ezt tegnap kipróbáltam, és tényleg 370 km. Nyilván nagyon nehéz fixen 130-al menni, de próbáltam egy picit gyorsabban, volt, ahol lassabban lehetett, és 370 km. Viszont a hátsó kerekes verzió, amit én vennék, hogyha ilyen autóban gondolkodnék, szóval a hátsó kerekes egymotoros verzió, azt szerintem viszont tudja 400 km-t. És azt gondolom, hogy valamiért nem olyan hatékony ez az autó, mint amilyen kéne, hogy legyen, és akár szoftver update-tel ezen is változtathatnak. Most is ilyen 24-26 körül mozog az átlagfogyasztás, nem tudjuk pontosan, csak az utolsó 50 km-t, de ez túl sok. Egy ilyen légállású autónak, ilyen sebességnél ez egyszerűen túl sok, úgyhogy talán ez a legnagyobb probléma ezzel az autóval, hogy többet fogyaszt, mint amennyit vártam. Azt hittem, hogy simán 400-420 km-t tudni fog autópályán, de sajnos nem. Úgyhogy hát nyilván a VLTP-t persze 570 km, a Tesla ugye 630 km-es VLTP-t mond, a 18-as felnével pedig 680-at, az is teljesen az elrugaszkodott a valóságtól. Valószínűleg fogunk majd tudni csinálni ezzel az autóval olyan videót, ahol a Tesla Model 3 Highlandet, meg mondjuk ebből a hátsó kerekest összeresztjük, és akkor azok szerintem eléggé pariban kéne, hogy legyenek, de simán lehet, hogy győzni fog a Tesla. És hát amiben van még egy nagyon nagy előnye a Teslának, az ugye a töltőhálózat. Ami nagyon fontos tud lenni, hogyha valaki sokat megy külföldre, sokat megy hosszú távra, de hogyha valaki hozzám hasonlóan nem sokat megy külföldre autóval, annak igazából a Supercharger töltőhálózat nem sokat ad hozzá az autónak a használhatósághoz, mert Ionityn ugyanúgy ki lehet menni Németországba, mint Superchargeren. Nyilván ez értéknövő a Teslánál, de a BYD-tól sem veszel olyan nagyon sokat. Ami viszont problémásabb, hogy a töltési idő ennél az autónál 10 perccel hosszabb, mint a Teslánál. Ebben is nyer a Tesla. A Tesla olyan 27-28 perc alatt tölthető fel 10-80%-ra, a Seal pedig 10-80%-ra 38-39 perc alatt, tehát pont 10 perccel több. Nagyon trükkösen a 25 percet mondja a BYD, de az 30-80%-ra. Figyeljetek oda a specifikációknál, mert most már ezzel is trükköznek a kedves gyártók. Az AC töltés otthoni az szokásos 11 kW, tehát 8,5 óra alatt lehet föltölteni otthon. Ugye ez teljesen alap, ez megszokott ebben a kategóriában. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy hány pontot adnék erre az autóra 10-ből, és az biztos, hogy nagyon sokat is. Hogyha mondjuk a Teslára adnék mondjuk 7-et, és mellé teszem ezt az autót, akkor erre is 7-et kéne adjak, de mégis valamiért 7,1-et akarok adni rá, mert ami nekem fontos, a csöndesség, a kényelem, az ülések, a beltér minősége, azokban a külső design, ugye, tehát hogy azért az sem mindegy, hogy hogy néz ki egy autó, és azért a Model 3 azért az nem egy ütős design, valljuk be, nem rossz, kiskacsa hátulról, előről is kis érdekes, kis cuki, most a Highland sokkal jobb lett, de ez az autó, ez nagyon merőn néz ki. Ezt úgy nézik meg az utakon, meg az utcákon, a csajok nagyon utána fordulnak, minek ez, hogy Porsche szerintem, nyilván wannabe Porsche, mondhatjuk a 18,5 milliós Porsche, kínai Porsche, és tényleg nekem egy picit jobb autó, mint a Tesla, viszont azért megvannak azok a hiányosságai, ami miatt mondjuk másnak szóba se jöhet, és biztos, hogy Teslát fog választani, de hát ez a szép ezekben az autókban, hogy egymás mellé tesszük őket, és valakinek ez lesz a jó, valakinek meg a másik lesz a jó. Az biztos, hogy kell még fejlődnie a kínaiaknak, viszont ez egy brutálisan jó kiinduló pont. Írjátok meg a véleményeteket kommentbe, biztos vagyok benne, hogy lesz bőven. Vezettem a másik két BYD-t is, azok is elég jók, azt kell, hogy mondjam, 11 millió, 14 millióért, 60 kWh-s akukkal, és ez pedig egy nagyon, nagyon ígéretes kezdeményezés, hogyha még egy kicsit ki
az ázzák, hogy csúnyán mondjam, akkor nem nagyon-nagyon jó autó lesz. De azért tényleg még egyszer mondom, lehet, hogy hajszállal jobb, mint a Tesla mondjuk összességében, de nincs a közelébe egy BMW-nek vagy egy Mercedesnek. Én azt gondolom, hogy inkább a koreai autókhoz, mondjuk a Hyundaiokhoz meg a Kiákhoz van közel minőségben. És akkor azt hiszem, hogy ezzel így elég jól körbeírtam, hogy hova lehet elhelyezni a skálán ezt az autót. Nagyon köszi, hogyha dobtak egy lájkot, meg egy megosztást. Nagyon köszi a Tiszta Energiátnak, Rekonzertenek, Superszokonnak, Smartdisconnak, Skyfall autóforjázásnak és a QNC víztisztítóknak, Patreon YouTube támogatóknak a támogatást és a BYD Magyarországnak is, illetve hát a forgalmazóknak, a Wallisnak és a Dunának. Itt ilyen közös dolog egyébként, hogy megkaphatom az autót. Van szervizhálózat is egyébként, és akkor ugye ezzel, hogy vannak már magyar forgalmazók, ezt is megválaszoltam, ha esetleg felmerülne. Úristen, rengeteget lehetne beszélni még erről az autóról, de nagyon hosszú lesz a videó, úgyhogy ezzel a pár gondolattal elbúcsúzok tőletek. Sziasztok! Ez a csöndesség, ezzel így megvesznek. És százzal mennek a belső sávban emberek. Tehát, hogy tényleg mennyivel menjek, hogy el tudjak menni.